cukor az édes méreg, hirdeti a tábla azonban általános iskola aulájában. Az oktatási intézményben rendszeresen zajlanak foglalkozások, melyek az egészségesebb életmód megőrzését célozzák, tanítva a gyerekeket arra, milyen módon képesek ők maguk javítani étkezési szokásaikon. Az iskolánkban működik egy kis klub, úgy hívjuk magunkat, hogy Zöldalma klub. Mi rendszeresen szemetet szedünk, túrázunk, kirándulunk, lekvárt főzünk, és próbálunk az egészséges életmóddal kapcsolatban a lehető legtöbb információt eljutatni a gyerekekhez. Információt is, és a gyakorlati élet dolgaiba is próbáljuk mindezt bevinni. Jelen pillanatban pedig a cukorral kapcsolatban van egy demonstratív kiállításunk. Különösen a kémia alkalmas arra, hogy az kémia és a biológia alkalmas arra, hogy az egészséges életmódot megjelenítsük, hiszen a tantárgy nem a négy fal közé szorul csak, hanem a mindennapi élet dolgaival szoros összefüggésben van, mint jelen esetben is például a cukor dolga. Jelen pillanatban kémia órákon a fotoszintézis folyamatát tanuljuk, megtanulják a gyerekek, hogy a növények hogy állítanak elő szőlőcukrot, és innen megyünk tovább, megnézzük, hogy a szőlőcukorból hogy lesz répacukor, illetve a répacukor hogy jelenik meg a mindennapi életünkben óriási mennyiségben. Azt várjuk, hogy a gyerekek rádöbbenjenek arra, hogy tulajdonképpen hogy is romboljuk az egészségünket, és hogy lehetne egy picit jobban odafigyelve egészségesebb életmódot folytatni, egészséges, kiegyensúlyozott, boldog felnőtté válni. Az információkat hazaviszik a gyerekek, és megfigyelhető, hogy néhány napig megjelenik, például az otthonról hozott 10 óraiban is mindaz, amit tanultak. De ezek csak fellángolások. Alapjaiban nem változtatják meg az étkezési szokásokat. Pályáztunk az ökoiskolai címre. Ez azt jelenti, hogy minden tantárgy kapcsán próbálunk arra törekedni, hogy az egészséges életmód felé irányítsuk a gyermekeinket.